Bácska bár egészében síkföldnek mondható, külső képe annál kellemesebb, mivel van felföldje is. A megye északi felében az a széles, hullámos földhát, melyet általában Telecskának neveznek. Szélei a Ferenc csatorna mentén majdnem a Tiszáig húzódnak, megjelölvén a határt, ameddig egykor a Duna meg a Tisza árjai kalandoztak. E földművelésre és baromtenyésztésre egyaránt alkalmas terület, ősidőktől fogva kedvelt tanyája volt a különféle vándornépeknek. Változatos felszíni formákkal nem csak a Kárpátok bércein találkozhat a hazajáró. A végtelenbe vesző bácskai síkot enyhén megtörve, mintha egy tóba kavicsot dobtak volna, lágyan hullámzik a Telecska homokos, löszös dombvidéke. A természeti értékekben bővelkedő löszhátság a Magyar Királyság gazdag, sűrűn lakott, kiváló gabonatermő vidéke volt. Aztán a török pusztításokban elnéptelenedett tájékaira szerbek települtek. A 19. és 20. század véres csatározásai újabb súlyos csapásokat mértek az itt élő honfitársainkra. A telecskai lankák alatt a Ferenc csatorna mentén fekvő magyar községek, az évtizedes elnyomás, a háborúk és az elvándorlás okozta tragédiák után lassan ébredeznek. Szent Tamás határából indulunk útnak Bács-Fekete-hegyre. Átmegyünk Cservenkára, majd a Ferenc csatorna mentén érintjük Kúlát és Verbászt, hogy végül Szent Tamáson záruljon telecskai barangolásunk. Aranykalászok erdejében járok, kaszák pengése kísér utamon. Titokzatos, szelíd varázshatalma folyvást előbbre, új tagútra von. Szép, napsütötte arcukon derűvel, vígan halad a kaszások sora. Kövér rendekbe borul le eléjük, a félvilágon híres gabona. Gyűl a marok, gyorsan terem a kéve, a tarlókon kereszt kereszthez ér. Ó, hála néked, áldás és dícséret, termékenyítő Isten, lesz kenyér! Így arattak régen hazánk éléskamrájában, a bácskában. Ezt az ősi munkát szemléltetik nekünk Szent Tamás határában a hagyományok éltetői, Forgácsi Bolya, Rind Valéria és Szögi Rudolf. Lassan itt a Péter Pál napja, ugye? Igen, igen, aratási idő van, tehát elég meleg van, beérett a buzánk, aratnak. Tessék egy kis pálinkát kóstolni, tehát le van hűtve. Igen, terem igen. Pálinkai. Annak ellenére nem dolgoztunk. Nem baj, hát messziről jöttek, fáradtak. És amiatt van a földben, hogy igen, hogy hideg maradjon. Tessék, le lehet hasalni, meg lehet kóstolni. Miket nem terem a zsíros bácskai föld? Hát pálinkát is. Köszönöm. Oszi? Jaj. Termés milyen idén? Elég jó. Volt esőnk is, tehát elég jó a termés. Tehát nagyon ügyesek a munkásaim, lássák. Ön a gazdaszony. Igen. Igen. Igen, a férjem elment katonának, tehát azért. Igen, igen, igen. Én vagyok kint velük. Na hát, pálinkáért cserébe azért mi is kivennénk a részünket a munkából, hogyha tessék, van lehetőség tessék, rá. Tessék, nyugodtan. Szerintem a kaszásunk most már pihenne egy kicsit. Na. Az én nevemben ne beszélnem. Még annyit kéreznék, hogy mire kell figyelni a klasszikus kaszálással szemben, hogy itt más technikát kell gondolom használni. Annyira kell csak figyelni, hogy nem kell túl nagyot fogni, sose kézbű, hanem testbükő húzni a kaszát. És rendben maradjon. Rendben így van, kell. Rendekben maradjon, hogy aztán a marokszedő össze tudja szépen szedni. És hogy lesz ebből kenyér? Hát először ki kell még majd csépölni. Meg kell őrölni a gabonát, amiből liszt lesz, aztán a többi dolga, háziasszonyok dolga már.
dagasztás, kelektés. Hát azért tényleg ember belegondol, hogy ilyen táblákat azért annak idején kézzel, hát bizony, egész bizony. Falu dolgozott. Bizony, bizony. Papon bizony, kívül. Bizony. És a legérdekesebb az egészben a legérdekesebb az, hogy kézzel csináltak valamikor mindent, és sokszor még előbbe tudták takarítani, mint a mai napig a korszerű gépekkel, meg kombályokkal, meg stb. Szeretnék még mutatni valamit. Nagyapám, amikor mentem aratni vele, mindig fölvette egy buzaszemet, és ugye ő azt mondta én nekem, hogy a templomba is a plébános úr azt mondja, hogy a kenyér ugye Krisztus teste. Na hát most, hogyha jól megnézzük a buzaszemet, tényleg egy újszülött ójába csavart csecsemőre hasonlít. Valóban. Jó termékeny Telecska déli bábos földje, de a verejték mellett sok magyar vér is áztatta. A török pusztítások nyomán a bácsérmenti Fekete-hegyből is a senki földje lett. A Feketígy pusztán csak a 16. század végétől kezdett új élet fakadni. 1785-ben aztán 210 nagykunsági református magyar család telepedett le itt. Iskolát szerveztek és felépítették Délvidék egyik legnagyobb református templomát. A szabadságharc idején a szerbek elől menekülniük kellett. Ezt hívják ma is Mária napi szaladásnak. A világháborúk is megviselték a Fekete-hegyi magyarságot. A közösséget a délvidéki reformátusok első püspöke Ágoston Sándor vezette át a Trianont követő vészkorszakon. Pedig a szelíd táj csak arra várt mindig, hogy a békésebb időkben kiaknázzák értékeit. A löszös termőföld gyümölcstermesztésre is kiváló. Szőlőt is termelnek itt, de Bács-Fekete-hegy legfőbb jellegzetessége a korán érő medgy. A Horkai családban apáról fiúra örökítik a mesterséget. Horkai Zsoltot és Andrást kérdezzük a megytermesztés szépségeiről. Mi megyünk egy ilyen helyi tájfajta, ilyen helyben kialakult tájfajta. A legértékesebb tulajdonsága az, hogy teljesen betegségellenálló, hogy növényvédőszeres kezelés nélkül termeszthető, de viszont ugyanakkor nagyon értékes neki maga a gyümölcse. Ugye Fekete-hegyen a megytermesztésnek nagyon nagy hagyományai vannak. Így van, így van. Ugye hát maga a múltban a 70-es években volt a megytermesztésnek a csúcsa. Ti is már ott foglalkoztok vele? Hát ugye nagyapámnak már akkor is voltak megyfái, annak idején nagyapámnak 600 megyfája volt, akkor ő kistermelőnek számított, annak idején a nagytermelőnek 8-9 ezer megyfájuk volt. Most ugye, mennyi van? Ha most jelen pillanatban nekünk ugye 550 fánk van, és ezzel mi nagytermelők vagyunk a faluban. Ugye nagyot változott a világ, ugye sajnos a 70-es évek végén jött ilyen politikai változás, és egyszerűen termelők nem tudták értékesíteni a megyet, és szépen kiszedték a megyfákat, és jelen pillanatban a falu kívül nem is nincsenek is ültetvények, csak a falu területén belül találtuk megyültetvények. És mi készül a megyből? Megyből. Hát ugye mi a megyet, azt mind feldolgozzuk a megytermés nagy részét. Ugye készítünk bele megypálinkát, azaz megytartjit, hogy mi hívjuk. Ez a fő profil a pálinka? Hát részben, ugye ez mellett ugye a megybort is, és megylikört is készítünk. És ugye ez a megybort is mi olyan módon készítjük, hogy tiszta megyléből készítjük, nem adunk hozzá se vizet, se cukrot, és úgy tudom, hogy ilyen módon nem is nagyon készít senki megybort. És ez teljesen ugye leered, egy száraz üdebor lesz. És miért megytartjit? Valamikor az én nagyapám úgy invitálta a szomszédot, hogy gyere komám, ígyunk meg egy jó targyit. Ugye a jó pálinkát targyinak nevezte, és akkor hát mink is ezt a szapat megtartottuk, ez lehet, hogy nem, tágabb vidéken nem ismert, de hát itt Feketésen nagyon is ismert, hogy mi az a targyi. És önök magozzák is a megyet. Igen, igaz? Amink úgy szedessük mindjárt, hogy mag nélkül, vagyis kocsány nélkül, aztán egy centrifugális készülékbe kiválasztjuk a magot, úgyhogy már a cefrébe se kerül bele a mag. Legjobb minőség. Akkor, igen. Akkor itt készül a megypálinka. Igen, itt készül a megypálinka. Ez egy 200 literes kazán, ebbe csináljuk az első főzést. Ugye az alszeszt ebbe kapjuk. A második kazán az egy 100 literes kazán, abban csináljuk meg a második desztillálást. Kétszer párolódik le? Kétszer párolódik. Ez a régi eljárás, az úgynevezett kisüsti eljárás, amikor két lépésbe kapunk kész pálinkát. És megy fával van tüzelve is végül. Ja, abban része igen, a tüzelőnek is a megynek a nyesetéke, tehát az, amit
a megyfákról metszünk le, mint felesleges ágat, abból van, aztán összekötve is az a tüzet. Minden fel van használva. Igen, minden fel van használva, így van. Annyit beszéltünk róla. Ideje megkóstolni a díjnyertes megynedüket. Különben számtalan pálinka versenyen kapott már aranyérmet. Nagyon intenzív az illata. Igen, igen. Ugye hát illatában ugye egy intenzív megyillat, enyhén marcipános illata van. Ezek a tulipán formájú poharak nagyon alkalmasak arra, hogy az illatot is érezzük. Egy nagyobb felületen párolok ki a pálinka, és akkor az órunkat jól bele lehet tenni, és akkor lehet érezni, hogy enyhén nagyon pici kesernyés illatot érezni már is rajta. Ugye, és ez egy jellegzetessége a mennynek, függetlenül, hogy mikor magot eltávolítottuk, a mag körüli hús és a köppenye a mennynek is hordoz keserű anyagot, tehát onnan van egy kis kesernyés illata. Egészségünkre. És hogy érdemes innunk a pálinkát, hogy érezzük a... Kis kortyokba az illatozás után egy kis kortyokba megízlelni. Pálinkás jókedvel indulunk tovább a telecskai dombok alatti termőföldek mentén. Micsoda bőséges vidék volt ez egy évszázada. Erről tanúskodik Bácska régi leírója, Badics Ferenc is. Azt a haladást, melyet a Bácska az utóbbi évtizedek alatt minden téren fölmutat, még jobban láthatjuk, ha végigjárjuk városait s nevezetesebb helységeit. A Ferenc csatorna partján feküsznek egymástól alig egy-egy órányira Cservenka, Húla, Új és Overbász, valamennyi 7-8 ezer lakosú s jómódú község. Földjeik fele részben a csatorna déli partján elterülő síkságon, fele részben a Telecskán vannak. Cservenka csinos község. A csatorna mentén ez az egyik legnevezetesebb gabonarakodóhely. A török után pusztán maradt településre 1785-ben protestáns németek települtek. A 20. század elejéig ők alkották a többséget. Aztán a magyarokkal együtt egy részüket legyilkolták, másik részüket kitelepítették, az evangélikusok és a reformátusok templomát is a földeltették egyenlővé. Csak a magyarok 1898-ban épült katolikus temploma vészelte át a pusztítást. Így van az, hogy a régen virágzó kisiparos településen az egykori honvédelmi miniszter Berekfi Károly vezérezredes szülőfalujában ma már a szerbek alkotják a többséget. Kicsi a helyi magyar közösség, de erős és összetartó. Erről mesél nekünk Darabos Mihály. Kihallatszott az utcára a magyar nódaszó. Jó látni azt, hogy összejönnek még itt a helyi magyarok. Hát hála Istennek még. Egy páran összetartunk. Általában hetente kétszer szoktunk összejöltejni. Úgyhogy helységünk nincs, egyelőre itt kaptuk a parokján. Mennyien vannak magyarok? Hát hivatalosan a templomi 300 család. De általában az is vegyes család. Hallottuk azt, hogy Cservenkán azért és a nemzetség is élt annak idején, még most is gondolom. Régebben Cservenkán 27 nemzetiség élt. Ott volt ruszin, német, szlovák, magyar, bunyavác, stb. De általában Cservenkán a nagyobb része német nemzetiségű volt. Úgyhogy azokhoz is fűződik Cservenka a legnagyobb része. Én vagyok az, aki nem jó, kocsmájtó nyitogató, kocsmájtó nyitogató, boros pohár hajtogató. Én vagyok a kunsági fi, nem parancsol nékem senki, se a járság, se a kunság, se a harc a bíróság. Bácska egyik legősibb településének, az avarkori Kúlának is jellemző bácskai történelem jutott.
A jómódú és fejlett iparú mezővárosra 1944-ben rárontó szerbek közel 500 magyart és németet gyilkoltak le. Köztük volt Scherer Lőrinc plébános is, akit a Szovjetunióba hurcoltak és 1947-ben kivégeztek. A helyükre jött szerb telepesek végképp átrajzolták a település néprajzi térképét. De azért ne temessük még a magyart kúlán. Főleg, hogy a 18. században Szent György tiszteletére épült templomban épp esküvőt tartanak. Kedves vendégek, szép fiatal lányok, itt hozzátok most tisztelettel szólok. Szép mennyasszonyuk azt szeretné tudni, az ő példáját ki fogja követni. Ez, amit itt láttok, ez nem egy díszes bokor, ez egy valódi mennyasszonyi csokor. Az, aki elkapja, lesz a erénye, nagyon gyorsan lesz néki vőlegénye. És én, mind a vőfély, azt merem remélni, az ő lakodalmát is én fogom vezetni. A hazajáró is sok boldogságot és gyermekáldást kíván az ifjú magyar párnak. Kúlától alig fél órányira fekszik Verbász község. Új Verbász egyike a megye legszebb és leggazdagabb községeinek. De hová lett Verbász régi dicsősége? A 19. században még a vármegye egyik leggazdagabb mezővárosának virágzó szellemi élete már a múlté. Az evangélikus és református templomok között égtelenkedő jugoszláv partizán emlékmű mindjárt választ ad a miértre. Az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek, a testvéreket szeressétek. Amikor a németek e sorokat a templom építésekor 1820-ban a falára vésték, még nem tudhatták, hogy a vörös hordák gyűlölete elsöpör mindent, ami szent, és vele a legdrágábbat, utódjaik életét is. Az evangélikus templom hívek híján azóta is pusztul. A reformátusoké belül már megújult, de úgy tűnik, lassan vásik el az a vörös csillag és az eszme is, amit hordozott. Ismerjük meg végre kísérőnket, a Ferenc csatornát, amely megépülésekor világviszonylatban is bravúros ipari létesítmény volt, 7 évtizeddel megelőzve a Szuezi csatornát. Kis József kincstári mérnök arra a gondolatra jött, hogy a Dunát és Tiszát hajózható csatornával köti össze. 1802-ben nyílhatott meg az uralkodó Ferenc király nevét viselő csatorna. Monostorszegnél volt összekötve a Dunával, s Zombor határán át Szivac, Cservenka, Kula mellett Újverbászig, Óverbásztól Szent Tamáson át Földvárig 108 km hosszúságban halad a Tiszáig. Vizét 5 zsilip tartja. Szükséges és hasznos volt át már az első évi forgalom bebizonyította, gabonát és sót szállítottak rajta. A csatorna mellett fekszik Szent Tamás. A község kitűnő fekete földjén tömérdek gabonaterem. Szent Tamás határában felújított kereszt hirdeti az örök létet. Ezeket a kereszteket főleg a 18. században állították a hívek utak mentén és más nevezetes helyeken. A helyi emberi jogi központ sorra újítja fel őket, mert ahogy hirdetik, történelmi, nemzeti múltunkat reprezentálják, amelyek tanúskodnak felmenőink hazaszeretetéről és keresztény hitéről. Az 1878-ban épült kálvária több szempontból is jelképes hely Szent Tamáson. Itt találkozunk a helyi magyar fiatalokat összefogó emberi jogi központ egyik vezetőjével, Gál Brigittával, aki a jövő építéséről és a múlt szivataros évszázadairól is mesél nekünk.
Szent Tomás múltja a régmúlt időkbe vezet vissza. Ott az 1300-as évekből származik az első okmányunk. Sok zivataros időt megért Szent Tomás, ugye a 1848-as forradalom délvidéki helyszínén nagyon jelentős, hiszen Szent Tomásnak bevételéhez három ütközetre volt szükség, mire nagy nehezen be tudták venni. És itt is folytak harcok. Itt is folytak harcok, igen, itt a Kálvária területén. Perce volt az, akinek sikerült az ostromával visszaszorítani a szerb hadszínteret. Mi arról beszélhetnénk, hogy ez a Kálvária más szempontból is híres. Igen, a Kálvária az híres Gion Nándor írásai kapcsán, hiszen négy regényt írt Szent Tamásról, és a Kálvária mindig egy fontos helyszínként szerepel regényeiben. Itt nagyjából mennyi magyar él még a városban? Hát kevés magyar él, és például most szeptemberben egy osztályunk nyílik meg magyar nyelven. Úgyhogy nagyon fogyunk. Az Emberi Jogi Központ is ugye nagy harcokat vív az ellen, hogy igenis ki kell írni a kétnyelvű táblákat, és volt ilyen táblafelújító akciónk is, ahol felújítottuk a kétnyelvű táblát, mert a magyar elnevezést általában megrongálják, vagy átfestik, vagy lekaparják a feliratot. Az Andrócki Alapítvány és az Emberi Jogi Központ székhelye a régi Andrócki kúriában van. Egészségünkre! És mit kell tudni az alapítványról? A célkitűzésünk az, hogy valamivel segítsük délvidéki magyarság megmaradását. Az Emberi Jogi Központ civil szervezetünk széles körű dolgokkal foglalkozik, mint például volt egy akciónk, amelyben kétnyelvű harapós kutyás táblákat osztottunk ki, amivel szorványoztuk azt, hogy igenis kétnyelvűen legyenek kirakva az ilyen beszéltjelző felhívások, ne csak mindig szernyelvűek legyenek. És ugye ennek a költségeit mindent az Andrusky Alapítvány magára vállal. Akkor volt könyvosztási akciónk, nagyon kevesen vannak itt a bánáti részen a gyerekek, és nagyon lelkesek, és nagyon, nagyon megörültek, amikor kiosztottuk a könyveket. Annyira szívesen fogadnak, hogy az elmondhatatlanul jó érzés. Az Emberi Jogi Központ foglalkozik a délvidéki magyar verésekkel is, mert ugye akit valamilyen sérelem ér, az is nyugodtan tud hozzánk fordulni. Most legaktívabban a Szent Tomási Pittypang Néptárca Egyesülettel foglalkozunk, hiszen 60 lurkó jár hozzánk néptáncra. A Pittypang Néptánc Egyesület lurkóinak néptánca itt a telecskai dombok között egyet jelent a reménnyel, az újrakezdés reményével. Mert ilyen ez a bácskai föld. Gazdagságot ígér, de nagyon sokat kell küzdeni a terméséért. És amikor vet az ember, még abban sem lehet biztos, hogy a bő termést nem más fogja learatni. Ahhoz, hogy végre utódaink arathassák le őseink véres verejtékes vetését, tovább kell éltetnünk a gyökereket, és át kell adnunk a hagyományt. Mert ha nem, elfolyik az idő, akár a homok, maradnak legvégül az emlékromok. Összeomlunk, mint vár, hogyha kártya, s befedi szemünket a hályok hára.